Egy régi álom van beteljesülőben Kapospulában, a település kulturális életének központja, a falu művelődési intézménye újul meg teljes körűen. A kultúrháznak egy teljes energetikai felújítása, ami ugye magával hoz egyéb felújításokat is, ugye, mert az átalakítás során ugye itt akkor teljes egészében ki lesznek cserélve a padlózatok, új ajtók kerülnek be, új ablakok, új fűtés, új világítás, tehát teljesen meg fog újulni, és remélem, hogy hát bízunk benne, hogy talán április végére, az időjárástól függően azért reméljük, hogy átadásra is tud kerülni. A szakemberek gőzerővel dolgoznak az épületben, jól haladnak a felújítási munkálatok. A teljes villanyszerelés alapozása elkészült, gyakorlatilag a teljes szigetelés elkészült, az ajzatok elkészültek, úgyhogy gyakorlatilag a parkettázás van vissza, meg járólapozás, mert ugye itt alá kellett szigetelni, mert ugye csak úgy felel meg a hőtechnikai előírásoknak. A fűtés elők van készítve, várjuk a hőszivattyút, hogy megjöjjön. Pénteken volt egy egyeztetés a kivitelezővel, műszaki vezetővel, és hát gyakorlatilag nagyon sok minden anyag már megvan, és várjuk azt, hogy megjön, és jönnek is szerelik be. Lesznek térköves járdák, tehát körbe térköves, mondva nem teljesen körbe, de itt elől térköves járda lesz. A régi térkő föl lesz szedve a hátsó bejáratnál, az helyett új lesz, és azt tervezzük, hogy azt a térkövet viszont ide szembe az út másik oldalára leraknánk, így akkor kicsit több lenne a parkoló helyeknek a száma. A beruházás befejezését mindenki várja a faluban, és reményeik szerint a járványügyi helyzettől függően minél előbb életet vihetnek a megújult kultúrház falai közé. Nagyon örülök neki, hogy láthatjuk, hogy a házunk készül. Egy kicsit szomorú az, hogy nem lakhatjuk be, viszont van pozitív oldala, hogy így folyamatosan készülhet, és nem az van, hogy azt várjuk, hogy mikor nyílik az ajtó, hanem egy kicsit türelmesebben tudjuk azt kivárni, hogy a programjainkat meg tudjuk majd tartani. Hát sajnos ez a második húsvét, amit igazából nem hirdetünk meg a falu számára, hisz az előzőnél kezdődött ez a vírushelyzet, ami most van, és hát ez a második, ami most kimarad, de úgy gondolom, hogy nagy türelemmel kell lennünk, hisz az előjelzések szerint májusban már egy kicsit nyílhatnak az ajtók, nyílhat az ország. Nagyon bizakodom benne, addigra rengeteg tervünk van, tervem van, amit szeretnék majd megvalósítani itt a faluba, a házba, addigra átadásra is kerül. Igazából rengeteg játékot rejtek már a gyerekek számára, rengeteg új programmal szeretnék, rengeteg új programot szeretnék eléjük hozni, a szülőket is jobban bevonni, de ehhez az kell, hogy egy biztonságos helyzet alakuljon ki. Az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult Kapospulában, a Magyar Falu program nyújtotta pályázati támogatásoknak köszönhetően. Ugye az első volt egy orvosi rendelőnek egy eszközbeszerzés 3 millió ér, úgyhogy most minden rendelkezésre áll az orvosi rendelőbe. Hát aztán voltak elutasított pályázataink is, vagy nem nyertes pályázatok, úgy mondom, de nyertünk Magyar Faluba a járdafelújításra 5 millió forintot, ami már megvalósult, átadásra került, orvosi rendelőnek az energetikai fejlesztésére közel 8 millió forintot, szintén átadásra került, és hát egy fitness parkot, ami 5,5 millió forint, ami szintén átadásra került, és hát szerencsére használják is a fiatalok. A településvezetés azt reméli, hogy a kultúrház felújítása továbbra is a tervek szerint halad majd, májusban pedig egy modern, korszerű intézmény nyitja meg ajtóit a falubeliek előtt.